A költészet napja József Attila születésnapja alkalmából immár 23. alkalommal szervezte meg a Tarsói Ifjúságért Egyesület és a Vörös Marti Mihály Könyvtár a Költőnk és Kora címet viselő vetélkedőt, melyben három fős középiskolás csapatok mérhették összetudásukat. A kétfordulós vetélkedő megnyitóját a Vörös Marti Mihály Könyvtár olvasó termében tartották a résztvevőknek, az elmúlt évekhez hasonlóan változatos feladatokon keresztül kellett számot adniuk József Attila életéről és munkásságáról. A könyvtárnak alapvető feladata a tehetséggondozás, illetve az, hogy felhívja a gyerekek figyelmét arra, hogy egyrészt milyen állománya van a könyvtárnak, másrészt meg hogy mennyire fontos a vers a mindennapi életben. A vers egy kapaszkodót ad ahhoz, hogy túléljük a mindennapokat, azon kívül, hogy a szöveg játékossága vezethet magában az életben is minket. A vetélkedőt, melynek népszerűsége azóta is töretlen, annak idején az idén 11 éve elhunyt Tóth László álmodta meg. Sipos András, a Tarsói Ifjúságért Egyesület elnöke a megnyitón egyebek mellett a rendezvény lebonyolításáról beszélt. Két csoport része osztottuk a csapatokat, és délután pedig a legtöbb pontszámot elért 6 csapat jut be a döntőbe, a délután abszolút döntőbe. Van annyi különbség is a délelőtt és a délutáni forduló között, hogy délelőtti a csapatok írásos feladatokat kapnak, délután viszont az írásos feladatok mellett szóbeli feladatot is kapnak, sőt verset is kell mondani, a bizonyos szituációkat kell megoldaniuk. A Költőnk és Kora vetélkedő első helyén a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Adidas nevet viselő csapata végzett, a második helyet a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Reménytelenül Fantázia néven induló csapata szerezte meg, a harmadik pedig az Első István Technikum a Szemfényvesztők néven induló csapata lett.